Szerbusztok! Karácsonyi meglepetésekben, sokasodó ünnepvárást kívánok. Szia Krisztián! Ez szülted meg, szia sziasztok! Nem tudom, így gondolkoztam lehet, hogy hogy tudnék még csavarni a grincsen egyet, de ennyi sikerült, és így pörögtek a kerekek. Mi újság van Krisztián? Jól átvertünk mindenkit, hogy az előző adás volt az utolsó adás az évben. Ha, 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 Ez a, volt a, a gyerekkorom egyik ilyen kedvenc rajzfilmje, és már nem emlékszem a címére, de egy volt benne egy ilyen kutya, a Mardel. Igen, igen, hogy ne. Amelyik ilyen <laughs> beleröhögött mindig a kamerában, és ilyen nagyon reket hangja volt, mint aki szétdohányozta a hangszálait. Mi történt veled, Krisztián? Fú, velem nem sok minden történt, kérlek szépen. Gyűrűk a monopolisztam. Nem régiben. Istenem! Jaj, ne! Igen? Na, mi? <laughs> gyűrűk ura, monopoli, tehát a gyűrűk ura tényleg egy ilyen kibaltázott kapitalista társadalom, és akkor így lehet. Mit szeretné? Most akkor megveszem Moria összes bányáját, és akkor uh, izé, lesz két uh, Gandalfom, meg uh, mit tudom is, én... Uh, egy, egy ork hadseregem, tehát érted, egy még ura ennél mondani. is egyszerű. Még ennél is egyszerűbb, de a, a, dobozán láttam, hogy lehet kapni Walking Dead monopolit is. Konglát, Na, ott, mondom. mit, ott, ott mit vesze? Konyha kés, meg dupla csövő Nem tudom, de e, hát ő egy ilyen ne, nehezen jönnek a szavak. Nem egy jó játék egy, kicsit, egy kicsit erőltetett, tehát a, a, megszokott helyszínek helyett, ahogy te is mondtad, Múria bányái, meg végzett hegye, meg ilyenek a helyszínek, amiket megvehetsz. A tömegközlekedés négy szlotját azt lecserélték keselyüstökre, meg óriássasra, meg valami ilyesmire, tehát így né négy hátas van. A, közműveket, a két közművet meg lecserélték Gandalf és Szarumán botjára, és annyi még a különbség a standard monopolihoz képest, hogy ja nyilván a figurák, amivel kolbászolsz, ilyen kis fém, boromir kürtje, meg buga, szamár, meg mit tudom én, ilyenek vannak, és nem hotelt, meg házakat építesz, hanem menedéket, meg erődet. És akkor itt, 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 vége is a teljes fantáziának, hogy hogyan kell gyűrűk szabni egy monopolit. Ennyi. Bármi, bármi eszembe jutott volna, pont a gyűrűkora nem, hogy abból monopolit csináljak. Az azért De ennyi, durva. Egy kis dizájnváltás, egy kis átnevezése a dolgoknak, és ennyi az egész. Felteszem, hogy a Walking dead is valami hasonló lehet, és nem fűznek hozzá szép emlékek, mert elsőnek estem ki. Tehát yeah. nem, nem jó. a nem, nem, nem javaslom senkinek a gyűrűkúrás Monopoly-t. E, ez történt Tényleg van? nem Igen. értem, hogy miért, miért kell érted egy egy arányra klasszikus játékot, mint a Monopoly, így megerőszakolni, hogy most a Star Wars poli, meg Star Trek, még, még annak lehet, hogy jól is állna, nem tudom. Hát, mert gondolom ez egy kicsit megdobja egy darabig az eladásokat, hogy így... Kívülről a dobozról nem derül ki igazából, tehát meg kell venni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ennyi és nem több az egész koncepció, és gondolom lehúznak erről a rajongó táborról még egy bört, aztán mennek a következőre. Ha hatalmas újítás van benne. És valamiben még belekezdtél, igen? Igen, gyakorlatilag ennyi történt velem, ezen kívül meg volt múlt héten a céges karácsonyi évzáró parti, ami szem és torok nem maradt szárazom, nagyon jót bulisztunk, és, és ja igen, ott még volt még érdekesség, idén az volt az újdonság, hogy készült nálunk egy kiállítás, ahol azok a kollégák adták a kiállítási tárgyakat. tehát kollégák adták a kiállítási tárgyakat, és egészen Klassz, fotóktól kezdve animációkig, ilyen kis plastikákból kézzel összerakott filmekig, grafikák, mindenféle volt kiállítva. Ez nagyon kellemes kis dolog volt és így, ja, és igen, hogy egyszer ja, ó, majdnem elfelejtettem, bocsánat, egy kicsit fáradt vagyok a változatosság kedvéért. Az egyik kiállítás az... Uh, uh, Dávid kollégámnak, aki egyébként uh, elcegiket gyárt uh, kettelésből, ilyen modokat tervezés uh, építget, és a párosító podcastben is mutatta már be, uh, sőt, még én is mutattam, ha jól emlékszem, azt a fa-réz uh, kombinációs uh, módkészülékét és kiállított erről egy fotót. És én nézegettem a kiállítási tárgyakat és hallottam, hogy ott kolléginák és kollégák beszélgetnek az ecigis fotók előtt, hogy ez mi lehet, ez mi lehet. És e, a úri ember kolléga megmagyarázta a hölgyeknek, hogy ez egy erősítő, egy egy erősítő. Ez, ez, mi, mi más lehetne réz és fém. Hát, Aztán a, a a hölgyek elmondták, hogy hát ők valami lövedéknek nézték eredetileg, de ha erősítő, akkor jól van, akkor legyen erősítő, és akkor érkeztem én, mint a felmentő sereg, és lerántottam a leplet a rejtéről, hogy ez valójában egy elektromos cigaretta készülék, és teljesen meg voltak lepődött. Ez ilyenek vannak. Úgyhogy hát az nem lehet, hát az nem lehet. Ja, becsületükre legyen mondva, hogy tényleg nem az a standard LCG kinézet, de jó pofa volt, mókás volt. Úgyhogy ennyi történt velem igazából az elmúlt egy héten. Nem sok, de legalább nem kevés. Veled mi történt, Fifika? Hú, hát, céges buli az volt nálunk is. Aránylag, aránylag életem leghosszabb céges bulia volt. Tehát így déltől másnap hajnal négyig. Wow! Nagyon jó volt, iszonyú ö, finom kaják voltak, főztek ott a fiúk egy ö, egy ilyen babgulyást, meg hidegtál, és nekem ami kuriózum volt, de azt én a, azt hiszem a podcast csoportunkba ö, be is raktam a fényképet, ami nekem abszolút kuriózum volt, az a Füstölt pisztránk. Wow. Eszméletlen jó, ö, meg finom hal. Feje volt? Egybe. Tehát ö, nyilván ki volt belezve, föl volt ö, ugye a, a hasrész hasítva, meg volt pucolva, és uh, amikor füstölik, akkor ezt a hasrészt így kitámasztják ilyen pálcikákkal. Tehát így ki, olyan megfüstöl, vagy így ki van nyílva ez a, ez Kap, a, része. hívják, volt, hogy hívják? Borda terpeszt. Borda terpesztéssel, igen. Úgy füstölik, és uh, a héja az olyan, mint egy... Vagy héja, ilyen vagyok. <laughs> a bőre az olyan, mint egy ilyen, ilyen papír, Ehető egyébként, tehát nincsen vele semmi gond. És azt így nagyon klasszul le lehet húzni, és utána már csak a hús van, és ez szépen leomlik gyakorlatilag a, a bordáró. Ugye szák az nem sok van benne, és valami eszméletlen finom, tehát egy ilyen nagyon jó jól eltalált ízű sonkához tudnám hasonlítani. Egyáltalán nem sós, Viszont annyira finoman füstízű, omlós, puha a, a halhús, hogy az... az én, én ettem már, mit tudom én, Németországból hozott ilyen füstölt lazacot, de hát az köszönő viszonyban nincs ezzel. Szóval ez zseniális. Úgyhogy most én, és nem is drága, tehát most intéztem, ugye péntek hajnalban indulok haza intéztem egy ilyen 15 darab uh, füstölt pisztrángot, a a, a a határon, és uh, ezt elgondoltam, hogy így mindenki ez fog tőlem karácsonyra kapni. Pisztrák a... Pisztrák kezdtem. Nagyon finom, tényleg az abszolút a hatás alatt voltam ennek a, a sztorinak. Meg ami nekem még érdekesség volt, és én soha nem ittam, az a köményes pálinka. Az itt Erdélyben ilyen, hát olyan, mint nálunk otthon a törköly, vagy bár, tehát, hogy érted, ez ilyen nemzeti ita. És nagyon finom. Tehát én abszolút Megkedveltem, úgyhogy pedig nem. Tehát a, tényleg nem iszom. Tehát én most ezen a céges bulin szerintem többet ittam, mint az elmúlt két évben. De jól éreztem magam, tényleg klassz volt a hangulat. Ugye hajnal felem azért néha üvöltöztünk, mint a sakál, de egyrészt gyönyörű volt a a hely, ahol voltunk, ez fönn a Piricskén, ez ilyen ezer méter nagyjából. Pont nem volt csillagos az ég a fene, vigyel, pedig onnan eszméletlen szép szokott lenni. De hát nem ez volt végül is a, a lényeg. És akkor természetesen ezen kívül ment a, a heti meló, meg, meg, bosszankodás, fóliázógép rosszul viselkedik, pedig hát nem olyan idős, két hónapos. Gépről beszélünk, és akkor a főső fűtőelemet kell benne cserélni. Magyarországi szerviz, tehát azért, tudod képzelni, hogy 800 kilométert kéne utaztatni egy ilyen 150 kilós gépet. Úgyhogy inkább szétszettük, és uh, ilyen uh, meg, megpróbáljuk magát a fűtőelemet elküldeni, meg küldenek helyette másikat. Szóval így, így voltak azért izgalmas pillanatok úgyhogy ö, dolgozunk, meg hát nyilvánvaló januárra való tekintette még így az utolsó pillanatban ott küldözgete, de ez is kéne, az is kéne, az is kéne a rendeléseket. És ö, hát így a borászati végé kapcsán ö, sikerült ö, megszerezni Európa egyik legjobb ö, ö, minőségű propilenglikol és növényiglicerin gyárához a hozzáférést. Ez nekem már ilyen nagyon régi vágyam volt, hogy, hogy a legmagasabb minőség, ami, ami Európába kapható, az kerüljön be a, a lossz palackokba. És hát most tudtunk leszerződni mennyiségbe egy olyan tétel lel, amit re már az ár is egy, egy olyan ár, hogy, hogy érdemes bevásárolni belőle. De ez egy elég hosszú folyamat volt sajnos. Úgyhogy ezt valószínű... Med meddig dolgoztál rajta, hogy... Hát hogy egy, fél, egy fél évet. Wow. Egy fél évet. Tehát azért ez nem, nem volt egy ilyen egyszerű menet. De hú, na, szóval ennek most uh, rettentően örülök. Uh, küldtem el mintákat ilyen uh, olyan embereknek, akik uh, régóta kevernek, és uh, régóta uh, a minőség uh, rabjai, vagy megszállottjai. És uh, mindenhonnan azt írták, hogy fú, hát ez, ez hihetetlen. Tehát, hogy még az ízek is uh, sokkal jobban visszajönnek, és hogy Abszolút. Köszi, hogy gondoltál rám, Fifika. Jó, jó az anyag. Januárban nyitjuk a, a webes boltunkat. Egyszerűen nem, nem volt időm ezzel foglalkozni, és veled már beszéltük, hogy kivezetjük az aromákat, mert egy mert nincs nincs értelme. Tehát mindenki erre a 10%-os koncentrátumra állt rá, mi is beállunk ebbe a, a sorba. Most már gyakorlatilag a, a két, két beszállítónk 400 aromájából mindből van uh, mintánk. Itt most a két ünnep között nekem az lesz a feladat, hogy összeállítsam az első tíz olyan koncentrátumot, amire azt mondjuk, hogy na, ezt már uh, érdemes polcra tenni és forgalmazni, és akkor ezek ilyen nem is tudom, atom egyszerű dolgok lesznek, hogy 90 milli alapba bedöntöd a, az aromát, illetve nem aromát, én inkább eszenciának hívnám. Bedöntöd az eszenciát, összerázod és már fogyasztható abban a pillanatban, tehát ezek már konkrétan nem fogják változtatni a, az ízüket nyilván finomodnak uh, valamennyit, de hogy karakterisztikájában nem fog változni, az szinte biztos. Úgyhogy uh, nekünk uh, most ez, ez volt a fő, fő csapás irány, és uh, hát ehhez ki kell találnunk egy brandet. Brend a lelke uh, Igen, brend a lelke mindennek, és ugye eddig uh, gyak hát nem titok, hát... Uh, én kvázi killódtam, vagy hát szenvedtem meg ennek a, a, az egész folyamatnak a grafikai részét, de, de most már azt mondtam, hogy nem, tehát, hogy ehhez már tényleg egy, egy olyan szakembert kértünk föl, aki, akinek ez a, a foglalatossága és, és itt tanít egyébként a, a szapiencián Uh, Reklámgrafikát és Amerikát megjárt uh, uh, designer. Úgyhogy vele fogjuk átbeszélni a dolgokat, hogy uh, mit szeretnénk, és akkor így indítjuk el ezt az egész uh, eszenci történetet. Pff, úgyhogy ennyi, tehát uh, próbálunk azért uh, a víz fölött uh, maradni. És ha már a víz fölött maradásról beszéltem, akkor kezdjük egy jó hírrel, mit szólsz hozzá. Jó, én elfelejtettem, hogy még valami történt velem. Hát azt egyébként így komolyan mondom, tehát erre bármelyik kígyó mérgétben bevenné. De kapcsolódik a Krisztián. Valamelyik nap, már nem emlékszem melyik nap, itthon felejtettem a kis utántöltős flaskámat, úgyhogy gondoltam, biztos, hogy biztos betérek a dohányboltba ott a cég mellett, és lövök valami gyümölcsöset, hogy megint legyen ilyen életmentő kis 10 millis lófüttyöm, és a múltkor még csak egy vitrinjük volt hátul eldugva a sarokba. És mondtam neki, hogy hát elcigi után töltő folyadékot szeretnék, és így megindultam hátra. Mondjuk, hogy várjon, várjon, mert itt elől is van vitrin már, és elől vitrin, ahogy belépsz, ott egyből, nagyon előkelő helyen, mivel van tele hát remélem blosszal és igen és komolyan dugik blosszal no ha hát itt mi történt mióta nem jártam erre úgyhogy életmentő blossz pakkot vásároltam ott jól tetted erre nem nem, nem tudok mást mondani Na de ha már az életmentő boss uh, uh, pakról beszéltünk, képzeld el, hogy uh, emlékszel, egy, mondtam neked, hogy valami történni fog a nullás kiszerelésű likvidekkel, és bakker történt. Történt valami. Uh, gyakorlatilag kivették a, a jogszabály hatája alól. Ez egyébként rengeteg kérdést fog fölvetni, ez szinte biztos. Ugye, egész Európában, tehát amikor mi a regisztrációt végeztük, akkor konkrétan a, a laboratórium ránk kérdezett, hogy ez biztos, hogy, hogy jól gondoljuk, hogy a nullásat is be akarjuk regisztrálni a, az uniós kapon, és akkor mondtuk, hát igen, hát Magyarországon ez kötelező, tehát egész Európában nem kell. Hát... Nálunk az előgondolkodók hát, mégis azt gondolják, hogy, hogy kell. Na és lényeg mi lényeg, hogy, hogy nekünk volt egy, egy nullás likvidünk, amit valamiért az nem vett figyelembe. Ugye ez úgy van, hogy erősségenként kifizeted a, a regisztrációs díjat, ami 475 ezer forint, e, és most ők úgy gondolják egyébként, hogy ezt minden évben ki kell fizetni, amit, tehát halvány tarka fogalmam sincs, hogy miért, vagy milyen alapon. E, példátlan módon az Unióban ezt azért hozzáteszem. Tehát e, van olyan ország, amelyik éves díjat kér, de az általában a kezdő regisztrációs díjnak töredéke. Tehát, ha most azt mondta volna az ogyei, hogy hú, fiúk, 475 volt a beregisztrálás, és mondjuk kérünk évente 50 ezer forintot erősségenként, akkor azt mondja az ember, hogy hát jó, oké. Mondjuk azt se értenénk, hogy mi, de, de jó rendben, akkor legyen. De hogy minden évben 475 ezeret erősségenként, az azért durva, na, lássuk be. Úgy, Főleg úgy, hogy nem, 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 úgy, hogy nem látjuk megötte a tartalmat, igen. Tehát, hogy a, a mi a, az oka ennek a, a bődületesen magas regisztrációs Négy díjnak? betű, négy betű egyébként, megvan az oka. Sarc. Sarc. Uh, és, uh, ó, bakker, ezt nem hiszem el. Na mi az? Krisztián, uh, a regisztrációról, fő kell vegyem. Ja Istenem. Beszélek a regisztrációról. Öö, most bajban vagyok, mit beszéljek a regisztrációról, Fifika? A... Kezdem máshonnan. Ugye ez a, az egész struktúra ez arról szól, hogy az ember bejelenti, hogy az adott terméket forgalmazni szeretné, és ehhez, amellett, hogy be kell nyújtani a elképesztően drágán megszerzett vaskos dokumentációt, ki kell csengetni a 475 ezer forintot. És az EU szabályozás az nagyvonalúan annyit mond erről az egészről, hogy igazgatási szolgáltatási díjat szedhetnek a tagállamok, és ebből jött nálunk az. Hozzátesszük, hogy az egész bejelentés az egy központi EU-s portálon zajlik, gyakorlatilag annyi történik itthon, hogy nyilvántartásba veszik, hogy oké, okay, rendben, ez történt, esetleg még valaki átfutja azokat a dokumentumokat is, hogy mi van, ellenőrzik, hogy megfelelnek-e a benyújtott dokumentumok az előírtaknak. És ennyi történik, 475 ezer forintért, és ugye erre találták ki a múltkorjában, hogy hát de basszus, miért ne legyen ez éves? És tényleg itt arról van szó, hogy beadod mindenedet, átmegy a kis szűrésen, megfelelt, és megkapod rá a kis választ, hogy forgalomba hozhatod a hat hónapos moratórium után a, a, termékedet, és utána ezzel az ég a világon semmi nem történik. Ennek a semmi nem történiknek az éves újabb 475 ezer forintos díja az, amit, amit, be akarnak majd szedni. Hát meg, meglehetősen érdekes egy elképzelés az az egész. De hát nyilván a legjobb pénz, ami úgy van hogy semmit nem csinál érte az ember, az pont egy ilyen holmi. Na, itt vagyok. Köszönöm szépen, hogy ezt a, az egy percet ki ö, segítetted. De hát el. ezért vagyunk ketten. Ezért vagyunk ketten. Ha Krisztián kaját rendel, akkor én beszélek. Hogyha <laughs> meg engem hívnak, akkor a Krisztián beszél. <laughs> Semmi gond. Na, most visszatérve ehhez az egész sztorihoz ugye több problémát vet fel. Az egyik az, hogy a befizetett regisztrációs díjunk ami lesz. Abba csak reménykedni tudunk, hogy ezt visszakapjuk. A, a másik az, hogy na most ezek után hol lehet ezt majd árulni. Tehát ugye ha a törvényt nézzük, akkor a ez nem minősül elméletileg a törvény betűje szerint utántöltő folyadéknak. Hát mert ugye az elektromos cigaretta az a nikotintartalmú tartalmú pára fogyasztását. Így van. most szól, nyilván a nikotin nikotin... nikotin az nem ennek az utántöltő. Nikotin mentes folyadékról ugye egy helyen beszél a törvény, az előre töltött ö, ö, dohányzást imitáló eszköznél. De mindig meg akadok ennél részni, mert, mert egyszerűen nem tudom, emlékszel hogy egy hetekig filóztunk rajta, hogy ez mi a tököm lehet. És mire, rájöttünk, igatodható. mire rájöttünk, hogy, hogy ez valószínű, ez a, ez a sisa jellegű story sztori, gondoljuk mi na mindegy, ez, ez volt a, a, az egyik csapás irány. Ugye a másik az, hogy ha, ha, viszont nincsen erre jogszabály, akkor meg a trafikok nem fogják tudni árulni, mert hogy a, a trafikokban azért ugye van egy csomó előírás. Például az országos mi ez, Krisztián? Uh, vagy elosztó, aha. Elosztó köz számot kell kapjon ez a termék, ami trafikban uh, van. Nyilván amelyik már kapott számot, az, az annak nem gond, de hogy most a piacon, ha esetleg megjelenik valaki, hogy ó, bakker, hát ezt nem kell az uniós kapun regisztrálni, nem kell hozzá varázsolni, meg, meg, adminisztrációt, meg mindenféle bizonylatokat előállítani, hát akkor én megkeverem otthon, azt beviszem a, a trafikba, azt eladom. Tehát vagy mondjuk, ha van egy ilyen aromaüzleted, akkor ott kitegheted nyugodtan a polcra a, 10 millis, 20 millis, 30 millis, mert ugye most már a, a 10 millis megkötés sem vonatkozik rá. Uh, cuccait, tehát nem, nem nem tudom, én én azért most egy pici káoszt látok ebben az egészben, illetve én azt gondolom, hogy oké, okay, hogy, hogy, hogy felszabadították, de azért valami uh, szabályozást azért csak kéne neki adni, mondjuk, vagy nem is szabályozást, hanem leírni, hogy akkor most ezzel mit lehet. Érted, hogy akkor marad-e a trafikba való kényszerítés, lehet-e bárhol árulni, mekkora kiszerelések lehetnek, stb. 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 És ugye, hogyha ha, ha a mostani TPD betűit nézzük, akkor azt kéne nekik leírni, hogy megkötés nélkül bárhol árulható, bármekkora kiszerelésben. Pont. Az túl sima ügy lenne, hogy... Ennyi. Én szerintem is, mondjuk én egy, én egy kémiai biztonsági adatlapot azért előírnék hozzá. De tényleg csak azért, hogy a, a sufni tuning a, a megszűnjön. Tehát Annyit, hogy a Kémiai Biztonsági Intézetnél legyen ennek egy nyoma, hogy mit, mi, milyen keverék. Ugye a... Na, úgyhogy ennyi, és és hát örv... székelyesen mondva, örvendünk a fölismerésnek, hogy, hogy idáig eljutottunk a... a az ízesítés betiltásától. Tehát azért én múltkor gondolkoztam erre rajta, hogy bakker érted valaki Facebookon valamelyik csoportban, nem tudom, ment valami vita, és hogy tud, jöttek ezek a, ezek a sztereotíp dolgok, de hát senki nem csinált semmit, így úgy, amúgy, hát, és akkor így eszembe jutott, hogy basszus, azért szeretném én az órod alá dörgölni, hogyha sem, semmit nem csináltunk volna, akkor most te mit szívnál? Valószínűleg a fogadat basz ki. Vagy üres, üres likvidet nikotinnal. Ah, na, aranyáron, tehát még ettől is aranyabbáron. Úgyhogy ez, ez van. Én most már következő barátságos lépésnek azt tartanám, hogyha milliliterenként a jövedéki adót levinnék 10 forintra, és akkor már így gyomorbó teljesen jó lenne a történet. És aztán meg de azt, nem, azt a szót meg nem mondhatjuk, hogy tehát ez ilyen, ilyen szitokszó lett Magyarországon. Ez a a liberális liberalizáció, tehát hogyha a piacot esetleg egy picit ebbe az irányba terelnék, és mondjuk megszüntetnék a trafikba kényszerítést, az e-cigarettásoknak a dohányzó helyre való kényszerítését, akkor eljönne a Kánaán, de, de kivárjuk. Én gondolkozom azóta, ez, hogy ennek semmi értelme az ég egyet a világon. Tehát, hogy így tök jó, hogy ezt kivették most a... Igen, de tényleg, Ez a csubakka védelem, a... jogszabály hatája alól, meg a bejelentési kötelezettség hatája aló, de ennek az meg semmi értelme. Tehát most egyfelől a TPD oldaláról ugye egyáltalán nem foglalkozott a, a nikotinmentes elektromos cigarettázással a TPD, de azért valami irányt szabott, és te is így említetted a kémiai biztonsági lapot, de azért ott néhány dolgot felsoroltak, hogy mi nem lehet egy utántöltőbe. És hogy ez a ez a nem, nem, nem találom a szavakat akkora idiótaság, tehát hogy a, a, a magyar megközelítése ennek a dolognak, hogy nem baj, úgy néz ki, hasonlít rá, akkor is a nikotin, mert mi mindenre gondolunk, mert, mert a nikotin súlyos függőséget okozó anyag. De hát és most nem mondjuk azt, hogy nem, ez nem így van, kezdjük egyszerűbben, hogy de hát nincs benne nikotin. Jó, 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 de hát akkor dohány, dohány termék. de hát semmi nincs benne, ami dohányból készül. Jó, az meg, akkor nem kell bejelenteni. És hogy ettől függetlenül azért így tök jó dolog lenne, hogyha mindenféle szírszar nem lehetne benne, ahogy te is mondtad. De a legabszurdabb ebbe az egész történetbe, hogy hogy akkor most tényleg hol lehet árulni? Tehát, hogyha ezt most majd nem csak dohányboltban lehet kapni, hanem gyakorlatilag bárhol, akkor ott van az a szerencsétlen elcég is, aki nullás leves szív, hogy elmehet és bárhol megveheti a nullás levesét, de nem tudja ugyanott megvenni hozzá az eszközt. Az eszközt, amiben ugye nincsen nikotin és egy sima mezei, vérmezei elektronikai eszköz, elektronikai készülék, hogy az, az, azt meg miért? De ezen pörög az agyam, hogy ezt akárhonnan próbálom nézni, ennek, ennek se füle, se farka a, a magyar szabályozásnak, teljesen ilyen dilettáns, kretén. Oh, csak azért is megcsináljuk, vagy mégsem, de akkor legyen úgy, és így, ó, oh, bakker. Én most nagyon sokat uh, olvasgattam így csoportokba bele, kezdő-haladó, meg, tudom, is én ilyen. Véper, Société, meg csomó ilyen csoportba, és azt vettem észre, hogy basszus, tehát any olyan híján vannak alapvető elektronikai ismereteknek az emberek, hogy a soros és a párhuzamos kapcsolás közti különbségről halavány lila fingjuk nincs. Például. De neki háromakus mod kell. Érted? És megkérdezi a csoportba, hogy mi a különbség, ha sorba, vagy hogyha párhuzamosan vannak kötve a cellák? És ő nem akar uh, rosszat, tehát ő 0,12, meg 0,15 közé teker. Csak nem írta, hogy milliméter. Ha borzasztóan rossz sofőr vagy, attól még vehetsz egy kurva nagy zsippet. Tehát ő törekszik azért a biztonságra, érted? Tehát komolyan mondom, hogy gúvat a szemem, mondom, ezt nem hiszem el, hogy, hogy ennyire analfabéták kezdenek bele ilyen dolgokba. És, és ilyenkor látszik egyébként, hogy mennyire nem elég az a nulla tudás, ami úgy a trafikok nagy részében van, mert azért vannak trafikok, ahol, ahol volt elcigi e, boltosok ülnek benne, és egy kapásból tudják azért ezekre a válaszokat. De most képzeld el azt a szerencsétlen kislányt, aki mögött ott van, érted, mit tudom én, háromféle készülék, és bekérdeznek valamit, és akkor így néz, nem tudom. Tehát, és meg is értem, mert... mert mert ez így nem jó. Tehát, ez így nem szaküzlet, ez így nem, nem uh, uh, tesz jót az e-cigaretta uh, terjedésének. Ez az egyik, a másik, meg, meg azt látom, hogy olyan emberek, akik két hónappal ezelőtt uh, még uh, az OM törvényéről azt hitték, érted, hogy ez a BTK valamelyik bekezdése, olyan emberek meg szórják a tanácsokat, érted, <laughs> ezekben a csoportokba. Tehát, hogy hogy nulla tapasztalattal kettőt kérdeztem, és profilettem című ö, dologgal osztják az észt, és Istent játszanak. És ne olyat vegyél, mert a, a nem tudom én mi sokkal jobb, érted? És majd, majd izé, írjál privátba, tudod? Ami nem borzasztó, a... tudod? Ami nem borzasztó. borzasztó, ezt is elfelejtettem. Borzasztó. Nagyon régen nem találkoztam a kedvenc fedél nélkül árus hölgyemmel, és most sikerült összefutnunk a napokba, és az oktogonon találkoztunk, és egy kicsivel hamarabb értem oda, és így néződöttem, és 10-15 perc leforgása alatt Három járókelő is elsétált mellettem, rendes nagy modkészülékkel a kezében, teljesen begyesen, fiatal turistalány, idősödő úr, tehát így abszolút széles palettán mozgott, és így tök jó volt nézni, hogy jól van. Azért ne, ne, nem sikerült a szőnyeg alá söpörni az egész történetet. Egyébként azt látom én is uh, itt a, a romániai piacon is, hogy, uh, hogy nő az e száma, pedig Románia az uh, ilyen szempontból egy aránylag, uh, hogy is mondjam, vissza, visszafogott, is. visszafogott ország. Te emlékszel még a, az FV. Aláírás gyűjtés, hogy Románia valami tragikus számot tudott produkálni. A igen, z... igen, mi méretéhez képest. Tehát, érted, egy képest. 20 milliós ország, és nem tudom, tehát talán egy pár száz vagy pár ezer aláírás gyűjt össze náluk, tehát tényleg nagyon kevés. Viszont valamiért, és ezen azért így elgondolkoztam, hogy vajon miért Románia a, a, híterek, a heaterek országa? Tehát, hogy így, így abszolút ö, melbevágott a, a, sztori. Képzeld el, így meg, megjelent egy bit is ügynök, és mondta, hogy ok, jövő hét forgalmazzák a, a glót Romániában. Fordítunk a hallgatóknak, bat. Bat, oké, okay. Tehát jövő héttől, egy á, eszembe jutott, mikor kimondtam, jövő héttől forgalmazzák a Glót Romániába, ez ugye a BAT-nak a, a Heat Burn készüléke, és hozott is mi tesztpéldányt belőle, talán holnap már nekem is lesz egy ilyen. És ugye azt tudni kell, hogy az Icos az Romániába startolt el elsőként, és most a, a Glow is Romániában startol el elsőként. A Glow egyébként érdekes készülék, mert nem ilyen cigarettára akar hajazni, tehát nem kicsi, nem, nem, nem könnyű, tehát nem olyan, mint a, az Icos, hanem ez egy marokmod. Tehát egy ilyen rendes, készülék, amiben szemben láthatóan beleprésel, nem belepréseltek, egy normál 2001 néhány milliamperes 18650-es aksi van benne. 30 szállat lehet egy töltéssel elszívni, és három és fél perced van egy szál kiürítésére gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy ilyen magas a ugye itt mindig arról külön kell beszélni, amit beledugsz. Amit gyakorlatilag el, el nem is tudom, hevítesz. És ez valamilyen dohány tartalmú cucc. Beledugod, 20 másodperc alatt fölfűt, rezeg egyet, és akkor szívhatod, és az, erre van három és fél percet. Kipróbáltam, szerintem de ez nyilván ilyen magán vélemény. Nekem az ájkosztól több a, a gőze, és, és az ízeket is piszok jól eltalálták. Tehát van a normál dohány. Van, van, egy citromos, és van mentolos. És a citromosban is, meg a mentolosba is csak annyi az ízesítés, hogy ezt a nem is dohány íz egyébként, amit egy ilyen heat készülék produkál, az nekem inkább a, a, a teafűre hajaz. Tehát e, egyáltalán nem, nem, nem az égő cigaretta ízét hozza, hanem in, inkább egy ilyen füves, teás, e, zöld ízt érzel, ami egyébként érdekes, hogy, hogy de ettől még a pofád majdnem ugyanolyan büdös, mint hogyha normál cigit szívnál. Úgyhogy én lassan oda jutok, most már annyi készülék van a birtokomba, ugye van kínai klónom, ICOS, van eredeti ICOS, és most már lesz Glow. Lassan oda jutok, hogy csak csinálok én erről egy videót, hogy ezek hogy néznek ki, hogy lehet őket használni, stb. 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 És így mindig mosolyogok magamban, amikor jönnek és és próbálják ezeket a készülékeket ajánlani, mert mindig eszembe jött, hogy persze, 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 majd kipróbál egyszer az, aki ezzel lejött a szerről, majd kipróbál egy egyszigit, aztán áttér arra. Úgyhogy én tényleg csak azt tudom mondani a, a Heat Not Burn iparnak, hogy hajrá, mert azt gondolom, hogy ezzel is az e-cigaretta felé hajtják a a, az embereket, de legalábbis, ugye, ami, mi egyik vesző paripánk ártalom csökkentenek, és minden ilyen kezdeményezést üdvözölnünk kell, még ha nem el cigaretta akkor is. Ez van. gondolom, hogy ezt te is így gondolod, Krisztián. Hasonlóképpen gondolom én is. Úgyhogy szerintem így a, a szakmailag megalapozott a, a, hírekkel gyakorlatilag végeztünk, és most jöjjön némi, némi ö, könnyed ö, dolog. A maradék 5 percben. Kimondottan erre a, erre a maradék 5 percre koncentrálva. Ö, megrendezték 2017-ben a vicces állatfotók, ö, ö, nem is tudom, versenyét. Nem tudom, láttad de a, a, igen, linket igen. Hát, -e. képek vannak benne. Szerintem, szerintem hihetetlen jók. Tehát ez nem a cukiságról szó, hanem, hanem de mondjuk van azért. Tehát a, a Douglas Croftnak ez a, nem is tudom mi ez, mezegére, hogy kidugja ki a pofáját a, a virágok közül, de hogy a rókat elébe húgyozza a, a Tehát hihetetlen jó képek. És az a kis Maci feneké. Jöjjön maga keresi a gyerekét, és nem találja Ping Pingvinek a templom felét. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg ezeket a képeket, mert tényleg zseniálisan jók. Amúgy. E és És Szerintem így az embert egy kicsit ki tudják szakítani a hétköznapok világából, mint ahogy az a pornó. Most meg megint az aljára. A vigyázz előzők teknős. Nézzétek meg, viszont jó. Tényleg nagyon jó pofák. Illetve, mint ahogy az a pornósztár, aki úgy került a hírek középpontjába, hogy leharapta egy őt, nem is tudom kritizáló ö, idősebb, nála idősebb asszonynak a Nem is fülét. Nem kritizáló, csak szólni akart neki előzékenye, hogy nagyon veszélyes vezetés közben telefonálni. Nyilván a társadalomnak elfogadott reakció reakcióhoz az, hogy kiszállsz és... és leharapod a fülét. Vagy legalábbis kiharapsz belőle egy darabot de nem is, tehát jó, oké, okay, ez, egy, ez, ez egy bulvár, de hogy a csaj a cégben egy, én nem tudom, meg, ez leg, nem tudom, legalább két aksi spod, a kezébe van, tehát egy ilyen büdös nagy ercigivel pózol félmesztelen, úgyhogy mindenki nézze meg, mert, mert azért ritkán látni ilyen ercigis tyúkot, de hát Nyilván, ami késik, nem, nem múlik. És hát a harmadik ö, ö, cikkem az meg a, a tamponokról ö, szól, és tehát több szempontból is a számomra mérvadó ez a cikk. Ugye egyrészt, hogy hogyan lehet a, a semmiből olyan cikket gyártani, és ezt mi, mint e isek azért számtalan szó megéltük. Emlékszel Hátok. ezekre a bullshit generátorokra? Na most ezt a tamponos cikket is szerintem egyébként egy bullshit generátorra pakolták össze, tehát amikor azt mondja, hogy a, várj, ez, ez annyira jó volt, hogy, hogy a műsejemről beszél, és Hú, uh, tehát az, hogy a pamut törlőkendő, gézi és egyéb női higiéniás termékek mind tartalmazzák, vagyis már mint a műseimet. És uh, nagyon nehéz ezt megkerülni. Tehát, hogy önmagában az, hogy műsejem, az már önmagában egy, egy uh, borzasztó és ugye a monsanto ö, miatt került a a tampona a, nem is tudom a a fúj kategóriába, mert ugye a monsanto ö, olyan mérgező gyomírtókat használ, amik később ö, bekerülhetnek a a tampon anyagába és ö, hát ez és a és fú és egyébként is, és hogy, hogy a. Igen, tehát ez a rengeteg vegyi anyaggal érik el, hogy a valódi műselyemhez hasonló állagos tulajdonságú a anyagot kapjanak. Is. Az van, hogy vannak a szarcikek, vannak a borzalmasan szarcikek, és aztán a csúcson ez. Ez a. Kon komolyan nem, Eztük nem viccelek, fáj olvasni. Tehát nem elég, hogy hülyeség. A tördelése olyan, mintha egy finom főzeléket hánynál ki a fejedből, kb. úgy van tördelve, így mondatonként van tördelve. Elírások vannak benne, amit az előbb mondtál, ez a, vagyis nagyon nehéz megkerülni, azt úgy írták egy publikált írásban, hogy vagyis nagy nehéz megkerülni. Ha nehéz megkerülni a nagyjén, akkor szállj le, a nagymamáról, tehát szerencsétlen. És, 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 borzalom. Tehát ez a konklúzió, tehát és ez annyira, tehát így olvastam a cikket, és sírtam, és annyira ráismertem mindenre, érted? Mivel a műsőjen mesterségesen előállított, ebből semmi jó nem származik. De, de, Riasztó belegondolni, hogy, hogy nők millióért tudják a hüvelyükbe a monsanto és is kapcsolódó terméket. Ez pedig már kriminális szinteket üthet meg. De kész vagyok, kész vagyok, és az egész cikk apropója egyébként az, hogy valamelyik elmebeteg a valamelyik fórumba ezt ajánlotta, hogy ő hát a tamponból ez a legjobb tekerés csinál és eszembe jutott Inkvi, amikor legelőször, tehát azt azért most tényleg kevesen hiszik el nekünk, hogy nem, teker, nem tekertünk vattára. Tehát Ilyet, hogy vatta, nem is hallottunk. Üvegszál, azt hello értette. Vatta. És Inkvi valamelyik külföldi fórumban olvast, hogy vatta. És hogy, hogy az, az izé. Tehát ezt se tudtuk képzelni, hogy ez működhet egyáltalán. És uh, annyira fölizgatta ezen magát, hogy tehát otthon nem volt vatta, viszont az asszonynak volt tamponja, szétszett a tampont és az első tekerését erre csinálta. Tehát ez ugye egy bocsánatos bűn, mert aztán nyilván mi is elkezdtünk ö, ö, vattával foglalkozni, Jó, és még magunkat emlékszem, magunkat, hogy a, Ez már kriminális szinteket. Emlékszem, ütletünk. hogy, a, hogy a, a, a mentek a fórumon az ilyenek, hogy figyelj, és akkor próbál, prób, ugye ez az első vattámat patikába vettem. Tehát ilyen steril ö, igazi vattát. Aztán uh, valaki mondta, hogy figyelj már, a bemész ebbe meg ebbe a záruházláncba, és akkor az ebelin bio vatta, Az milyen kurva jó. Tehát nem volt ilyen béken meg mit tudom én, mindenféle ilyen kigyúrt vatta termék, ami már csak a vépelőknek van, úgyhogy mindent kipróbáltunk tényleg. Azt tudtuk, hogy műanyagot nem szabad, mert az ugye elolvad. És uh, az egyik fórumban valamelyik elmebeteg, aki egyébként ilyen atomi szinten uh, uh, keveri a, a likvidet, az, uh, az uh, ezt, ezt ajánlja, meg, meg a föl, fölmosót, meg nem tudom én milyen ökörségeket. Tehát hihetetlen öcsém, hogy ott van a, a leg uh, jobb vatták, én nem tudom hányféle van már a, az ilyen Muji, meg, meg mindenféle Japán, meg a túrót, ugye én Cotton használok, de hát nem, nem, is tudom, egy csomag nekem majdnem fél évig elég belőle, és nincs aranyárba, tehát mit tudom, hogyha 3000 forint, akkor is hát fél évre nem kibírod azt a 3000 forintot, de nem, bakker, vegyél nem tudom milyen főmosót, abból vágjál lapokat, és ez milyen kurva jó. Na, úgyhogy így, így, kapcsoltam össze én magam ezt az egészet, és... Én még egyet elmondok, ami kapcsolódik szegről végről hozzánk, és remekül minősíti a minőségét ennek az avilág titkai oldalnak. Itt van két, nem két bekezdés, mert akkor tényleg minden mondat egy külön bekezdés, de itt a cikk felső egyharmadánál van egy reklámcsík két reklámmal, Gondolom ez nálad, amikor te betöltöd máshol, nekem most a igen. második a második következőképpen szól a reklámcsik. Két hét alatt nem dohányzó leszel. Az építőipar félelemben van. Oké. Okay. Okay. Szóval igen, be is az internetet erre a 2015 es évre, füfiko, úgy érzem. <laughs> És hát uh, uh, még mielőtt uh, tovább lépnénk, uh, Szeretnénk megköszönni azt a támogatást, amit kaptunk tőletek, elsősorban a, a Patreonjaink támogatását. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a notes-t, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 E, másodszorban mindenki, aki aki bátorított minket és. E, és hát támogatta akár azzal, hogy meghallgatta, akár azzal, hogy hozzászólt a, a műsorhoz. Netán még szavazott is iTunes-on. szavazott is, igen, itunes -on. Úgyhogy és hát természetesen a nagy, nagy háttérmunkásunk Charlie munkáját is meg szeretnénk köszönni. Szó szerint és átvitt értelemben is nagy háttérmunkásunk Krisztián, egy kibeszélni Igen? Van maradt. Láttad a Star Wars filmet? Már. Én nem, ezért kérdeztem tőled, hogy te már láttad de Te azt írtad, hogy láttad, ezt jól kibeszéltük. Nem akarok okay. spoilerezni. Okay. Én nem, még nem láttam. Nem, nem, nem tehát nem akarok spoilerezni a, a, filmről, de, de az én, hogy is mondjam, ízlésemnek ez a film, Uh, igen, csak uh, ilyen vegyes fogadtatásban részesült általam nekem. Uh, van egyfajta humor benne, amit, uh, amit néha vagy túlzónak találok, vagy, vagy ilyen nagyon ironikusnak és nagyon szájbarágósnak. Illetve hát... Uh, valóban az történt, hogy eltelt, nem tudom én, hány év telt el az első Star Wars film óta. Negyőem? Úgy van, és a, a Mark Hamillból a... színész lett. Tehát, <laughs> hogy, ez így, <gül> <gül> hogy ezt így nagyon szar szerepe van, de, de hogy abból színész lett. illetve ilyen, tehát olyan kötelező cukiságfaktorok mentek bele a filmbe, ami tehát, hihetetlen. Tehát annyira szar, érted, hogy, hogy ezt komolyan van. olyan, mint a Shrekbe a macska, amikor így lekonyult a fületod, és így nézett föl. Tehát, hogy egy ilyen szintű cukiságfaktort miért kell egy Star Wars filmbe beépíteni, azt a mai napig Mert Disney. Nem, nem, nem tudom magamnak. Jó, oké, de, de mondjuk a, a Lukasz is a folytatásba érted a Jar, Giar hát az a ki, ki, tudott kergetni a világból, hogy az a figura, tehát semmi szerepe nem volt, ö, abszolút fölesleges volt bele, és szerintem csak rontotta az egészet. A Midi nem tudom honnan, tehát így tudod, így a Lukasz fogta magát, és így egy, egy mozdulat, az addigi fölépített nem is tudom, legendát az erőről érted. Kánon. Jó, ja, basszus, hát ez izé, a midikloriánok klóriánok a véredbe, és ez kész. Na, ennek ellenére voltak szerintem a filmnek jó jelenetei és, és jó ötletei. Én úgy olvastam egyébként, hogy nyilván van, van egy pár rajongó, aki meg ilyen idegbeteg lett, amikor meglátta a filmet mert már megint keresztbe húztak egy-két sztorinak, és ö, én nem tudom, hogy van-e nekik szakértőjük, mert ö, azt nem tudom, meséltem-e hogy amikor a, a Star Wars folytatást csinálták, akkor a, az egyik ö, magyar srác volt az, aki elolvasta előre a forgatókönyvet, és uh -huh. megmondta, hogy itt, meg itt, meg itt, meg itt... Ö, ütköznek a, a, szálak, és hogy ez így nem jó, és hogy igazítani kell a történeten, hogy a, az első három a szinkronba legyen. Úgyhogy most nem tudom, volt olyan, aki ezt így el, előre átnézte, vagy átböngészte, de én azt gondolom egyébként, hogy a, az előző, tehát mondjuk a Zsivány egyeshez képest, ez, ez aránylag tragédia lett. Hát megnézem én magamnak, és aztán, hogy jó kibeszél. Nézd meg, mert, mert, mert tehát mind, hogy mondjam, mint film megér egy mozit, tehát ettől sokkal szarabb filmekre is beültünk már, megér egy mozit, azért mégiscsak egy, egy nagy eposzról beszélünk most már, ugye a Jóisten tudja hány része van, de még nem érték utol a Star Trek mozi szériáját. Nyilván jóval nagyobb a rajongó tábora ennek, mint a Star Trek mozi de, de azt gondolom, hogy, hogy picit elrugták a pöttyöst. Úgyhogy majd kíváncsi, valahol láttam egy ilyen feliratot, hogy a, a következő rész az, a következő rész címe az lesz, hogy vár mégis, csak találtunk kecsedit. <súlva> 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 Na, Szóval ez egy, ez egy, új kezdet gyakorlatilag ez a film, hogy aztán mennyire sikerült ebből új kezdetet kovácsolni, azt nem tudjuk. Megmondom őszintén, nagyon, hogy is mondjam, elgyengültem a Kerry Fisher láttán, ugye tudva, hogy már ő sajnos nem él. De úgy, úgy látszik, hogy a, a Mark Hamill meg a Kerry Fisher ez így ö, idősebb korára ért ö, be, de a Mark Hamill egyértelmű. Tehát annyira, ö, egyébként jól játszik. Tehát szinte azt mondhatnám, hogy a film egyik ö, kiemelkedő színészi alakítását nyújtja. Egy aránylag szar szerepkörben, de ezt majd megbeszéljük, hogyha már láttad a a filmet. Jó, én őt utoljára a J és Néma Bob már nem emlékszem melyik részében láttam, ahol a <laughs> Dákon vágót játszotta, annál csak jobb lesz. <laughs> ja, és rá, ráadásul ö, ö, azt azért nézd meg, mert én sem tudtam, csak most olvastam utána, úgyhogy valószínű, ha majd már vetíteni fogják HBO-n, vagy ö, az, hogy HBO-n fogom leg, leghamarabb viszont látni, akkor ö, rá fogom fó, rá fogok fókuszálni arra, hogy még egy karaktert alakított a filmben. Igen. Tehát két szerepe is volt, és én ezt nem tudtam, amikor néztem, úgyhogy ö, sajnos erről lecsúsztam, hogy belelássam a, a Mark t abba a, a karakterbe, úgyhogy most akkor ezt ö, pótolni kell. Hát ennyi volt uh, szerintem erre az évre. Ez volt az utolsó podcastünk. Meglepetés ünnepi podcast. Igen, meglepetés ün ünnepi podcast. Mégiscsak. Mindenkinek kívánunk... Mégiscsak uh, találtunk egy Zsadit. Igen, mégiscsak találtunk egy Jedit. Mindenkinek kívánunk uh, kellemes uh, és finom gőzöket az ünnepekre. Áldott, boldog és békés ünnepeket. Ne politizáljatok. Szívjátok az E-cigarettát! Sziasztok! Nagyon kellemes ünnepeket kívánok, én is. Nézzetek Star Wars bemutatót, és találkozunk jövőre! Sziasztok!